Tisztelt együtt gondolkodó társak, elérkeztünk a végső nagy evangélium hirdetéshez kapcsolt első üzenet végéhez. Az örökkévaló evangélium az egész világon hirdetetni fog minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ígére Jelenések könyve 14. fejezetének 6. verse. De az örökkévaló evangélium, amely ugyan önmagába foglal mindent, hiánytalanul, mégis van ebből az evangéliumból következő, nagyon szorosan következő, és nagyon közvetlenül bennünket megszólító néhány vonás, amit jobb, hogyha Jézus Krisztus mond el nekünk, mint hogyha mi hüvelyezünk ki, mert sajnos rendkívül gyenge az emberi értelem, és ha azt mondom, hogy evangélium, abból nagyon kevés ember tudja az összes szálat kiszálazni, kihúzni, ami abban ott van, ami ténylegesen alkotja is az evangéliumot. Ezért az örökkévaló evangéliumhoz Jézus Krisztus, aki János apostolnak kinyilatkoztatást adott Pátmosz szigetén, még három üzenetet kapcsol, vagyis inkább belőle vesz ki, nagyít fel, és állít elénk, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Ez az első üzenet. Ez egy legalább 4 fél mondatból álló üzenet, és mindegyik fél mondatnak külön gondolkozással adóztunk. Tehát, hogy mit jelent az istenfélelem, mennyire nincs meg a mai világban az istenfélelem, mert nincs is Istennek ismerete a Földön azért, mert mindenki valamilyen Istenben hisz, tehát aztán az olyan is, amilyen, amit az ember kivetít magából, mert már Luther és Calvin is megmondta, hogy az ember lelke egy nagy bálványgyár, és mi szeretünk isteneket alkotni, szeretjük azt tenni, amit a magyar költő is mond, hogy valami Isten kéne ellen nekem, hogy valamit tegyen a gyötrelem ellen. Egy Istent kellene csinálnom, hogy üljön fenn és látva lásson. Igen, hát mi magunk kivetítünk istenképeket, istenarcokat, hajbókolunk ezek előtt, megadjuk a tiszteletet a magunk által kivetített Istenek. Borzalmas, borzalmas. Ahelyett, hogy elfogadnánk azt, amit Isten önmagáról mond, mert Jézus is világosan kifejezéssel juttat, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. De ha ismerjük az írásokat, ha a Bibliát tényleg őszinte szívvel vesszük kézbe, és úgy olvassuk, hogy hagyjuk hatni ránk, és hagyjuk meggyőzni magunkat, nem úgy, hogy mi mit akarunk belelátni, hanem úgy, ahogy az illik egyébként minden írásműnél is, vagy önök egy verset úgy olvasnak, hogy azt akarják belelátni, ami nincs benne, vagy egy regényt, vagy bármit, hogy majd nekem engedelmeskedjen, amit én bele akarok vetíteni. Nagyon rossz pályát választ az az ember, aki nem tudja elfogadni azt, amit Isten mond. Nem hagyja, hogy bejöjjön a lelkébe, és az Isten félelem megszületése után nem Istennek ad dicsőséget. És nem gondolja meg, hogy az Isten szabadsággal ajándékozott meg bennünket, mert teremteni Isten részéről annyit jelentett, hogy szabad életre teremteni. De ahol szabadság van, ott felelősség is van. Ahol felelősség van, ott ítélet is lehetséges. És ezért mondta, hogy eljött az ő ítéletének órája. Jézus Krisztus elkezdte már a mennyben az ítéletet. Az emberi történet az utolsó szakaszába érkezett. Jézus megesküszik, hogy több idő nincsen. Jelenések könyve 10. fejezetében már olvashattuk is ezt, hogy több idő nincsen. Tehát az emberi történet a végső korszakába jutott el. És az utolsó kijelentés, az első üzenet végén, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Először is Isten bennünket, Isten imádatra hív.
Már olvastunk Jelenések könyve 13. fejezetében arról, és ezért időszerű az üzenetnek ez a része is, hogy mi mást imádunk. Mi imádunk földi hatalmakat, tekintélyeket, imádjuk a vízből, a tengervízből feljövő fenevadat, imádjuk azt, aki adta neki nagy erejét és hatalmát. Mi hajlamosak vagyunk földi intézményeket, személyeket, tekintélyeket imádni, mert mi az imádás, hogy teljesen alávetjük magunkat az ő befolyásunkra. Meg se kérdőjelezzük azt, hogyha valamit mondanak, hogy az talán nem egészen igaz. Jézus világosan mondta a kísértővel folytatott csatájában, szolgálata legelején, hogy az Urat, az Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Lehet hálásaknak lennünk embereknek, lehet tisztelnünk embereket, sőt parancsolat is írja elő az 5. parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened át tenéked. Tehát a szüleinket, a nálunk idősebbeket, a köztisztségekben fáradozó embertársainkat, mindezeknek kijár a tisztelet, de nem az imádat. És nem úgy jár ki a tisztelet, mint tekintélyelvűség, hanem úgy jár ki a tisztelet, mint tekintélytisztelet. Erről is külön előadást tartottam ebben a sorozatban, hogy mi a különbség a tekintélytisztelet, hogy én tisztelem a szüleimet, az emléküket is, a nálam idősebbeket, tisztelem Magyarország miniszterelnökét, minisztereit, még akkor is, hogyha esetleg nem mindenben értek velük együtt egyet, de akkor is tisztelem őket, mert hát sok emberért fáradoznak, vagy az ócsárlással talán segítek nekik, vagy a polgártársaimnak. Ez a tekintély tisztelet, ez mindenkinek kijár az idézett három kategóriába tartozó minden embertársunknak, de ez nem jelenti azt, hogy tekintélyelvű vagyok, ez nem jelenti azt, hogy a szüleimnek mindenkor igazuk van, nem jelenti azt, hogy a nálam idősebb embereknek mindig igazuk van, és azt sem jelenti, hogy az önkormányzati vagy állami vezetőknek mindig igazuk lenne. De noha nekem is van véleményem, de mégis tisztelem őket, emberként tisztelem, nem olyan embertelen dolgokat vágok hozzájuk, amit sokszor még az állatainak sem mond az ember, és akkor csodálkozunk, hogy ők is dúvadak lesznek. Tehát nagyon sok helyrehozni való van még a mi gondolkodásunkban, és beszédünkben, és az egész életünkben. De valahogy imádni, teljesen alárendelni magamat embernek nem lehet. Soha nem is lehetett. És ez az, amit tilt a Biblia. Hála igen, tisztelet igen, de imádat egyedül az Istent illeti meg. Egyedül az Urat, a te Istenedet imád és néki szolgálj. De azt a valakit, aki teremtő erővel bír, aki a semmiből mindent alkotott, az hogy ne imádhatnánk? Az hogy ne tarthatna igényt arra, aki egyetlen szavával azt mondta, hogy legyen, és a nagy mind előállt, ahogy gyönyörűen mondja mi Vörösmarty Mihályunk az én monológiában, hogy a nagy mind előállt, és az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik, hát nem tudom, hogy a világirodalomban ki tudta ezt ilyen mélységesen, ilyen gyönyörűségteljesen megragadni, hogy egyszer csak feljön az ember, lelke, fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik, hogy itt van ez a kis mikrokozmosz életünk, és az egész makrokozmosz összegyűl benne. Hát az ilyen valakit, aki erre képes volt, a semmiből, a világokat teremteni, a mi földünket, mint egy kicsi kis porszemet a nagy világ mindenségben. És ha mi földünk kis porszem, akkor mi magunkat meg mihez hasonlítsuk. De mégis, milyen hatalmas az ember, hogy a 8. Zsoltár kérdezi, hogy kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted kisebbé az Istennél, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezei munkáin.
csodálatos kijelentések ezek, sokszor idézek itt a zsoltárokból, mindenkinek ajánlom, hogy mind a 150 zsoltár gyakorta, forgassa, járja át a tüdőnket ez a hegyvidéki levegő a hálának, a tiszteletnek, az Isten imádatának a csodálatosan mindig friss és erőt adó lélegzetvétele. Imádni azt, aki teremtett. Hát ma ki imádja? Ma, amikor már több mint 150 éves az evolúcióról szóló tanítás, hogy egyszer csak lett. Hogy lett, kérdezte a francia tudós, hát a le hasard et la nécessité. Hát véletlenül és a szükségszerűség folytán, mondja Jacques Monod. Darwin óta az emberiség nem az Istent, a Teremtő Istent imádja. Először a protestáns egyházak is beadták a derekukat, és átvették az evolúciós tanítást. Az 50-es évek, 1950-es évek után Teilhard de Chardin kijelentései nyomán a katolikus egyház is átvette ezt a tanítást. Maga II. János Pál pápa mondta egyik pápai kihallgatásán, hogy hát a halhatatlan lelkünk Istentől van, de hát a testünk azért a közös őstől, a majomtól származik. Hát így gondolják ma el emberek, még vallási vezetők is, hogy hát a Biblia költészet, a tudomány mondja meg ugye a valóságot, a Biblia csak olyan átvitt értelemben értendő, ki fogja komolyan venni a Biblia első lapjain álló teremtés történetet, pedig erre utal az első angyali üzenet negyedik tétele. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És milyen érdekes, hogy ez a kijelentés Mózes 2. könyve 20. fejezetében a 10 parancsolatból származik. Mert a teremtésre nagyon sok visszautalás van a Bibliában. Hát visszautal a Zsoltárok könyve számtalanszor, visszautal Pál a zsidókhoz írt levélben, a római levélben, visszautal maga Jézus is a kapernaumi századossal folytatott beszélgetésében, de a legfontosabb és a legdöntőbb, legperdöntőbb visszautalás a teremtésre a 4. parancsolatban olvasható. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. És mondja Mózes 2. könyve 20. fejezet 8. versétől ez a 4. parancsolat, hogy mi is a tartalma a szombatnapnak. Hogy miért tegyük le a munkát, miért pihenjünk, miért üdüljünk fel testileg, de főleg lelkileg, miért emelkedjünk fel a mi Teremtő Istenünkhöz. Ki az, aki elismeri azt, hogy Isten az Isten? Nem az, aki mindig visszatekint a teremtés hatalmas művére, amelyből aztán jön majd a megváltás hatalmas műve? Nem az, aki elfogadja, hogy Isten teremtő erővel bír, és a mi életünket is újjá tudja teremteni? Hogy nem kell elcsüggednem. Nem kell a jövőt úgy látnom, hogy mindig olyan lesz a jövő, mint most a jelenem, vagy mindig olyan maradok, amilyen most vagyok. Isten engem is meg tud változtatni. Ahogy a semmiből létrehozta a nagy mindent, és a nagy minden előállt, hát így az én életemet is meg tudja változtatni. És önző emberből lehetek önzetlen ember, goromba emberből lehetek szívélyes ember, türelmetlen emberből lehetek hosszú tűrő, szelíd ember, és másokat elhessegtető emberből lehetek megértő, gondos, segítőkész ember. Nem ez a legnagyobb változás? Pál a 2. Korintus levél 4. fejezetében azt állítja, hogy az az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ez az Isten képes világosságot támasztani bennünk is, hogy láthassuk az ő arcát a Jézus Krisztus képén. Vagyis Pál apostol szinte nagyobbnak tartja a teremtés hatalmas művénél
egy ember megváltoztatásának, egy ember itt a földi életben való újjáteremtésének, újjá születésének a művét. Ez a nagy dolog. Ezért kell az első üzenet végén erre is utalni, hogy te hiszed Isten teremtését. Te hiszed azt, hogy Isten téged is más emberé tud változtatni. Te hiszel a Biblia valamennyi kijelentésében, és te látod azt, hogy az a negyedik parancsolat, a 10 parancsolat első kőtáblájának a végén, ami lezárja az első 4 parancsolatot, és hidat képez a második 6 parancsolathoz. Tehát te hiszed ezt, hogy ez valóság? Mert ha nem hiszed, akkor te milyen Krisztus vársz? Akkor neked Krisztus az ugyanolyan magad által kitalált Jézus Krisztus, talán a forradalma Krisztusa, a mindent megértés Krisztusa, aki nem is fog ítélni, aki pedig önmaga mondta, hogy amikor az emberfia eljön és beül a dicsőségének királyi székébe, akkor úgy tudja ketté választani az embereket olyan egyszerű dologgal, mint ahogy a juhokat a kecskéktől egy pásztor ketté tudja választani, és az egyik karámba küldi a kecskéket, a másikba a juhokat. Mert hogyha egy karámba mennének, hát ott éjszakai nyugalom nem lenne. Külön választja a kecskéket és a juhokat. És világosan megmondja az ítéletnek az ismérveit, világosan elmondja azt, hogy a törvényeivel mindent kinyilatkoztatott, és megkérdezi majd, hogy hát ha te hittél én bennem, és az én atyámban, akkor imádtad azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait, mert így végződik a negyedik parancsolat. Hát te hittél a negyedik parancsolatban, amit az emberek megváltoztattak, amit már 321-től fog, vagy Nagy Konstantin császár kihirdette az első emberi nyugalomnap törvényt, és a vasárnapot hirdette ki, és ezzel kiszorította a szombatünneplést, amely persze megmaradt minden igaz kereszténynek a gyakorlatában, és mind a mai napig, és a reformációkora is, amikor megszövegezték az első hitvallásokat, beletették ezekbe, hogy ki változtatta meg a 10 parancsolatot, kinek volt mersze a második parancsolatot teljesen törölni, a negyediket pedig átfogalmazni, és aztán, hogy a látszat megmaradjon, a 9-et ketté vágni, hogy mégiscsak meglegyen a 10 parancsolat. Erre a 3 dologra, erre a 3 súlyos közbeavatkozásra kivette a merszet? A muzulmánok? Az ateisták? Nem. A hatalmivá változó kereszténység. Hogy a jelenések könyve állandóan leleplezi a legnagyobb ellenséget, a látszat kereszténységet, amely Isten nevében, Krisztus nevében szónokol. De amikor arról kerül a sor, hogy ezt a Biblia hogy mondja, akkor azt mondja, hogy hát most ne foglalkozzunk annyira a Bibliával, a szent hagyomány ezt már évszázadok óta így gyökeresztette be, meg hát a tanítóhivatalok, és említettem a sorozat keretében, nem csak Rómában van tanítóhivatal. Van Salt Lake City-ben is, és van Brooklynban is tanítóhivatal. És a világon most 3 közösség nyilvánvalóan mondja, hogy a Biblia, igen, de mellé még ez, és a magam tanító hivatala. Köszönjük szépen, nem kérünk a tanító hivatalokból. A Biblia tanító hivatal. Vagy nem tartjuk képesnek Istent, hogy olyan Bibliát adjon a kezünkbe, ami érthető? Talán azért nem értjük a Bibliát, mert Isten valami selejtet adott a kezünkbe? Vagy azért nem értjük a Bibliát, mert túlságosan is érthető? Csak valahogy a természetünk ellene szegül a megértésnek és a befogadásnak. Azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Márk 12:24. Milyen fájdalmas Jézusi kijelentés.
Buzduljunk fel arra, hogy megismerjük az Istent. Buzduljunk fel arra, hogy az Isten minden parancsolata szent legyen számunkra. Buzduljunk fel arra, hogy amit Jézus mondott a hegyi beszédben, ne gondoljátok azt, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább azért, hogy betöltsem. És buzduljunk fel arra, hogy Jézus azt mondta, te kövess engem. És ha én betöltöttem az Isten minden parancsolatát, szombatnapon elmentem szokásom szerint a zsinagógába, ahogy olvassuk, vagy aki így tanított bennünket imádkozni a végső időkben, a Máté 24:20 szerint, hogy imádkozzatok azért, hogy futásotok ne télen legyen és ne szombatnapon. A szombat csodálatos közösségbe von bennünket Istennel. Ki az, aki egy 24 órát a maga számára valamikor is biztosított heti rendszerességgel nyugalomnapként? Ki az, aki elfogadja Isten hatalmas ajándékait? És ez még nem is olyan kegyelmi ajándék, hiszen még a bűneset előtti ajándéka Istennek, és megmarad majd Ézsaiás könyve 66. fejezete szerint az örök életben is. Hiszen az idő, a tér, a kapcsolat, a viszony, mint szabályrendszer nem csak Arisztotelész vagy Kant kategóriájában nyeri el nagyon középponti szerepét, de hát a mi életünkben is. Miért filozofálunk mi időtlenségről, miért spiritualizáljuk el a teret, a viszonyokat? Nem. Isten úgy teremtett bennünket, hogy mindig szükségünk lesz például ételre, és milyen csodálatos az étkezés, főleg, hogyha helyes dolgokat veszünk magunkhoz. Milyen csodálatos dolog az, hogy időben is megpihentünk, megnyugodhatunk. Milyen csodálatos ez a felhívás. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait.